ez a pinkot, kajszi. Ez szinte ugyanazt mutatja, mint a bigret, egy-két szem talán, hogyha van rajta. Ezen is közel 100%-os a fagykár. Kisvejkén egy 40 hektáros kajszibarack ültetvénye mutatja Sebestyén István a márciusi fagyok okozta terménykárt, pedig itt a völgységi térségben az ültetvényeket 200-230 méter magasan a dombtetőre telepítik 1989 óta, így a fagyhatár felett vannak a termőterületek. Idén ez sem védte meg a gyümölcsfákat. Még egy átlagos évben itt 60 kg gyümölcsöt is leszüretelnek egy fáról, addig most jó, ha néhány kilogrammot eléri majd a termés, mondja Sebestyén István. Az egyes ültetvényeken, illetve tájkörzetekben, hogy így mondjam, 100%-os a fagykár, ez egész biztos. Itt a kisvejkei környékben, azokon az ültetvényeken, ahol megfelelő termesztés technológiával dolgoznak, és korszerű fajtákkal, azért van barasz, de itt is legalább 90%-os fagykár van. Höfler József Kisvejke polgármestere magánemberként 4 hektáron kajszival foglalkozik a családi gazdaságban, az ő kára is közel 100%-os. Azonban település vezetőként nem a kieső gyümölcsöt, hanem az ennek következtében kieső munkát látja nagy problémának. Vannak itt vendégmunkások is, de én itt inkább a helyiekre gondolok, akik arra alapoztak, ugye már kajszi esetében már, megmondom őszintén, hogy beszélhetünk itt a másfél hónapos időszakról, amikor munkát ad a kajszinak a szedése végső soron, és ez most teljesen kiesik. Tehát ezek az emberkék ettől a alkalmi árbevételtől, amit a kajszi jelentett, kiesnek. Kisvejkén többféle gyümölcsöt is termesztenek, az alma, a szilva, a körte és a cseresznye szépen alakul. Ezek a gyümölcsfák megúszták a márciusi több napon át tartó -16-22 fokos fagyokat.